Na, sziasztok srácok! Üdv a csatornán! Rendhagyó módon nem gameplay videó, hanem egy unboxing és teszt videó, amivel érkeztem hozzátok. Régóta szerettem volna venni egy gimbalt, vagyis stabilizátort, egy háromtengelyes stabilizátort. Leginkább ez abban az időben ért bennem, amikor tudjátok, ezeket az autós videókat csináltuk, de vlogoláshoz is ez például tök jó, meg különböző más célú felhasználásra is. Egy időben már elengedtem, mert nem olyan sokat csinálok olyan videókat, amiket ugye kamerával kell felvennem, hanem inkább ugye rögzítem számítógépen. Viszont mindig böngészem a marketplace-t, és képzeljétek, 5000 forintos áron árult egy srác ezt a bontatlan iSteady Mobile Plus nevű gimbalt, ami boltba se olyan túl drága, olyan 20 néhány ezer forint, 25 ezer forintig postával gyakorlatilag le tudod rendelni. Ide készítettem egyébként én a készüléken kívül két eszközt, a mobiltelefonomat és az okosórámat, mind a kettő Huawei. Az egyik az egy Huawei Watch, a másik az pedig egy Huawei P40 Lite. Azért, mert elvileg ugye applikációt is kell feltelepítenünk a telefonra, hogy tökéletesen működjön, és azért hoztam ide az órát is, mert megnézem, hogy arra is esetleg nem tudok egy olyan applikációt telepíteni, amivel tudom használni ezt az eszközt. Bár abban nem nagyon bízom, de megadom neki az esélyt. Na! Először is bontsuk ki. Nézzük meg a csomagolást. Egyébként a csomagolást nagyon bírom, amikor ilyen marha letisztult, mármint, hogy így fehér. Kicsit egyébként ilyen a színösszállítás a Redmi szériára emlékeztet engem. Egyébként a maga a márkája ez a Hohem, és ugye az iSteady Mobile az pedig a típusa. Na, bontsuk ki valahogy. Hoztam én ide egy jó kis rózsaszín szikét. És neki is esik a képör. Nem nagyon akarom szétcsapni a dobozt, ha lehet. Csak ezt a fóliát megvágom rajt. Nagyon kíváncsi vagyok. Ez egy ilyen impulzus vásárlás volt, hogy én ezt megvettem. Ugye mondtam is, hogy elengedtem gyakorlatilag. Nem. Nem akartam már annyira venni egy ilyet, de úgy gondoltam 5000 forintért bontatlant, hát a hülyének is megéri, hát még a keepernek, ugye? Hogy kell ezt kibontani? Ó, nagyon jó. Szeretem, amikor ilyen nagyon egyszerűen van megoldva. Úgy, nézzük. Ó, jaj. Hoppá, van egy ilyen, ez kapásba ennyi. Ezen belül van egy ilyen, ilyen cipzáros, elég kemény tokunk. Mindjárt megnézzük, hogy mi van benne. Ez már egy nagy pozitívum, gyerekek, hogy egy ilyen cuccot kapsz hozzá. Ugye nem úgy kell cipelgetned, hogy beleszórod egy ilyen zacsiba vagy a táskádba, hanem... Hú, hát ez nagyon tuti. Ez nagyon tetszik, gyerekek. Mármint maga ez a felépítés, hogy így el van rendezve. Van hozzá egy ilyen használati utasításunk. Ugye... Leginkább a használatú utasítás a kezelőszerveken kívül arra tér ki, hogy a mobiltelefont kiegyensúlyozva kell mindig belerakni. Ez fontos, mert különben nem annyira jól működik az eszköz. Lehet, hogy úgyis elboldogul vele, de esetleg megnő az üzemidő, és nem is lesz olyan stabil. Na nézzük, mi van a csomagban. Hát van nekünk egy ilyen USB, mikro USB kábelünk. Ez valószínűleg ugye tölteni az eszközt. Ugye az eszközben akkumulátor van, aki nem ismeri ezeket, az úgy működik, hogy van benne egy aksi, és gyakorlatilag néhány típus, nem tudom ez pontosan olyan-e, de tudod használni gyakorlatilag powerbankként a telefonodhoz is. Használat közben tölti a telefonodat is. Egyébként ezeket nem kell nagyon félteni. A gyengébb típusok is 10 órákat bírnak, tehát addig biztos nem fogsz videózni. Tehát egy feltöltéssel azért nagyon sokáig el tudsz lenni. Na, van egy USB, egy micro USB kábelünk. Ugye volt egy ilyen használati utasításunk. Van egy ilyen
ez egy ilyen tripod, amelyiket ugye, amit ugye a magának a gimbalnak az aljára tudsz felcsavarozni, meg igazából ugye ez a szabvány csavarral, ami kamerákon is ugye előfordul, GoPro-kon is, de még a nagyobb kamerákon is, ezzel tudod rögzíteni hozzá bármit, bármilyen eszközedet. Na. És ezen kívül már nem nagyon sok minden van, mint maga a gimbal, ami ugye most ilyen elernyett állapotban van. Semmilyen dologra nem kell asszociálni, srácok. Fú, egész nehéz. Én nem gondoltam, hogy az ilyen nehéz. Valószínűleg amiatt, mivel ugye ebbe az akkumulátor azért elég nagy helyet foglal, na ezt lehúzom róla, ezt a fóliát, ezt imádom, és ez tényleg egy zsírúj cuccos. Nagyon szuper, szuper. Na, kezelőszervek tekintetében nézzük meg, hogy mi van. Ugye van egy ilyen joystickunk, ezzel tudod majd mozgatni az egész stabilizátort, tehát a telefont rajt. Van rajta egy ilyen, úgy látom, kibekapcsoló gomb is, és rec gomb is, tehát felvétel gomb is egyszerre. Ez meg talán egy zoomra utal, ő meg talán egy módválasztó. Ugye autofókusz, amint látom, ilyen beállítások vannak, de hát ezt át kellene böngészni a kipörőn. Itt van még egy plusz ilyen csatlakozó, ahova ugye még egy mobiltelefont föl tudsz csatlakoztatni egy tartóval, aminek annyi értelme van, hogy a másik mobiltelefonról tudod vezérelni a gimbalt onnan is, ha akarod, tehát elérsz különböző menüpontokat. Egyébként itt a fedél alatt itt van ugye az USB, amivel gyakorlatilag csatlakoztathatod a telefonodat ennek az akkumulátorjához, aminek ugye annyi előnye van, hogy tudod közbe tölteni, meg ugye itt tudod tölteni magát ezt a gimbalt is. Itt van rajta egy ravasz, ami elvileg még nem olvastam utána, de például ilyen középre állítás, meg ilyen dolgokat tud. Kicsit módosítok a kamerán, ja, és ide lehet ugye rácsatlakoztatni ezt, rácsavarni. És akkor ugye például, hogyha timelapse-eket vagy hasonló dolgokat szeretnél felvenni, akkor ez ilyen marha jó, kis stabilan tud állni. Átrakom a kamerát, hogy kicsit nagyobb látószögbe lássatok, aztán akkor behelyezzük a készüléket a gimbalnak, ugye a mountjába. Annyit megcsinálok még, srácok, nagyon gyorsan, hogy QR kód alapján letöltöm az applikációt a telefonomra. Egyébként ezt az oldalt dobja ki, hogyha ugye a QR kód alapján beolvassuk. Hát nem egy bonyolult, de pontosan elég nekünk. Ugye van, úgy látom, kínai verziójú, és van külön angol nyelvű applikációjuk is. És megtörtént az esemény, sikerült feltelepítenem az applikációt a mobiltelefonra, ami nagyon könnyű volt annak ellenére is, hogy ugye nekem P40 Lite-on van, ami nincs Google Play szolgáltatás, viszont a link, amit kaptunk ugye a QR kód beolvasása után, az gyakorlatilag egy APK fájlhoz vezetett, amit tudtunk telepíteni, tehát nem kell azon aggódni, hogyha nem lesz benne a Play Store-ba, vagy Play áruházba ez az applikáció, és nem fogjuk onnan tudni letölteni, jaj, nem gond, ugye ott az APK kapásból oda visz, nem is a Play áruházba a link. Az okosórát félre is raktam, arra nem találtam alternatívát, bár nem is nagyon látnám értelmét, mert ugye gyakorlatilag a kezelő szervek azok itt találhatóak, egyből a kezed ügyénél, szóval nem valószínű, hogy még az óráddal szeretnéd irányítani, viszont ugye egy másik mobiltelefonnal magát, az eszközt, a gimbalt, azt tudod irányítani úgy, hogy az egyik telefonod benne lenne ugye itt a mountba, a másik az meg, hogyha ilyen kaparás hangot hallottad, bocsánat, Sanyi éppen most gondolta úgy, hogy beássa magát a padlóba. Sanyika! Ne áss! Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy közreműködsz a videó elkészülésébe.
Sanyika, ne áss. Oké. Akkor igen, tudsz olyat csinálni, hogy a mobiltelefonodat berakod a Mountba, ugye? És egy másik mobiltelefonnal eléred ennek a funkciót, ennek a készüléknek az applikáción keresztül, és akkor tudod elvileg vezérelni. Hát ezt nem fogom kipróbálni. Ez is szerintem egy olyan szegmens ennek az egész rendszernek, amit valószínűleg nagyon kevesen fognak használni. Igen, szóval akkor jöjjön az a rész, ami elképzelhető, hogy egy gordiuszi csomó nehézségével ér fel néhány embernek, többek közt nekem is. Utána kellett olvasnom, hogy hogy kell rögzíteni ebbe a gimbalba a mobiltelefont, mert igazából nem annyira egyszerű, mint amennyire elsőre tűnik. Ugye az valószínűleg evidens, hogy úgy kell rögzíteni, hogy ugye a kamera, és vagyis a hátlap, az így erre nézzen, ugye? Mert különben nem nagyon látná a kijelzőből semmit. Viszont az is fontos, hogy a kamera az erre kifele legyen. Sikerült beleimádkoznom, elég szoros egyébként. Próbáljuk ugye minél inkább középre húzni. Viszont, hogyha nagyon elcseszünk valamit, akkor van kalibrálási lehetőség. Például ugye az úgy nem jó, hogy ez így lóg. Mármint, hogyha úgy lóg, hogy nem viszintes helyzetben van. De viszont erre van itt egy ilyen csavarunk, amivel tudjuk állítani azt, hogy ez az erőkar, ez mennyire legyen kint, így például jó, akkor lerögzítjük, és már is ugye viszintes helyzetben marad. Igazából ennyi a nyitja az egésznek. Néhány másik fajta gimbalon van olyan opció is, hogy így is be kell állítanod. Itt nem kell, mivel látod, hogy a felfogatás alapban központosan fogja meg a telefont. Na, akkor kapcsoljuk be. Nagyon kíváncsi vagyok én is rá egyébként. Gyerekek, nagyon jó. Úgy látom, szépen be is állt. Egyébként, hogyha ilyenkor nem viszintes helyzetben van, akkor van lehetőség a kalibrálásra is. Jó, én elindítom az applikációt, megkeressük neki. Az applikáció egyébként Bluetooth-on csatlakozik a készülékkel. Na, egy dolog nekem így problémát okozott az eszközzel kapcsolatban, a kapcsolódás. Mivel, hogyha bekapcsoljuk a telefonon is a Bluetooth-t, és ugye érzékeli kapásból a gimbalt a telefon, és ott megpróbálod csatlakoztatni, az nem jó, nem szabad. Egyébként utána olvastam, a használati utasítás is írja, hogy ne csatlakoztasd azonnal a mobiltelefonhoz, hanem akkor, amikor az applikációt elindítod, akkor csináld ezt meg, akkor fog jól működni. Igen, egyébként az én saját hülyeségem volt, hogy nem olvastam el a kézikönyvet, amiben leírták, hogy hogy kell csatlakoztatni, de azon kívül teljesen frankon működik. Ugye van egy indikátor ledünk, ahol látható az is, hogy ugye csatlakoztatva van az eszköz. Amint látjátok, tök frankon működik. Van egy csomó funkciója a különböző pásztázási módoknál. Most ugye követi a kezem, de egyébként van egy olyan, ahol le van lokkolva teljesen, természetesen most így függőlegesen le van, tehát függőleges tengelyt azt nem változtatja meg. Szóval nagyon szuper. Ugye a leginkább hasznos funkciója ezeknek a készülékeknek az, hogyha így viszed a mobiltelefonodat, és akkor valamit akarsz felvenni, akkor mindig szép kis, egyenletes, vibrálásmentes, remegésmentes képet tudsz rögzíteni. És nem az van, hogy minden egyes kézmozdulatod látszani fog a felvételen, mert látod, hogyha még egy ilyen bonyolultabb vagy brutálisabb kézremegésed lenne, ami szerintem egy ilyen idült alkoholistánál, hogyha nem itta meg a felesét, akkor jelentkezne, akkor sincsen semmi probléma. Igen, nézzük a kezelőszerveket. A kezelőszervek egyébként azok, a legfeltűnőbb az, van egy ilyen joystickunk, amivel ugye tudjuk mozgatni természetesen a mobiltelefon motorosan. Ez tök jó természetesen, szuper.
Hogyha így pásztázunk vele, hogy látod, hogy meg van döntve a mobil, akkor is az összes motort mozgatja, tök jól néz ki, tök frankó. Van egy zoom funkciónk is, amivel ugye tudunk zoomolni, hát ez egy jobb minőségű telefonnal szerintem mindenképp egy jobb optikával rendelkezőnél érdemes ezt csinálni. Ha van optikai zoomod, azért az nem rossz. Azt veszem észre, hogy ugye az én telefonom tud széles vász, egy széles látószöget, azt ő nem csinálja. Tehát, hogyha a mobiltelefon menüjében még visszazoomolok, akkor széles látóra vált, ugye a P40 Lite-on. Viszont őt hiába húzom tovább, az egyszeres, vagyis a nulla zoomnál nem megy visszább. Mint látom, igen. Az egy klikk az a fényképezés, kettő az a videó rögzítés. Nem tudom, mennyire hallatszik be egyébként ezek a kattanások a felvétele, de a motorok azok szerintem rettenetesen csendesek, azokon nem hallani, hogy nagyon vészes lenne, nem hiszem, hogy be fog a felvételbe hallatszani. Viszont ez a kattogás az lehet. Aha. Ugye a ravasszal tudsz egy olyat csinálni, hogy egyből középre viszed a kamerát, de ilyen atomgyorsan. Meg ha ravasz folyamatosan nyomod, akkor ilyen gyorsan lekövetéses mozgásokat tud elvileg a dolog. Hogyha ezt lassan csinálod, akkor látod ilyen, ilyen lassabb pásztázást. Hogyha például te ráfordulsz valamire, akkor ilyen szépen lepásztázza. Ha nyomod a ravaszt, akkor így gyorsabban követi le a kezed mozgását. De egyébként magában a menüben ott rengeteg funkció elérhető. Például van nekünk olyanunk, hogy face tracking, te tudod követni, lerakod valahova, és akkor követheted a beállíthatod, hogy kinek az arcát követi, és akkor gyakorlatilag így a tripodon állva tudsz ilyen, olyan riportot csinálni, hogy folyamatosan téged vesz a kamera, akár körbe is járhatod 360 fokban. Amit még így el akartam mondani, igen, van különböző ilyen beépített funkciók, mint például timelapse, amit lehet, hogy annyira nem érdekes, mivel timelapse-et mindennel lehet csinálni, viszont van benne ugye ez a motion timelapse, nem is tudom, minek nevezik, talán hyperlapse-nek, amikor mozog a készülék, tehát így pásztáz egy bizonyos rész, mondjuk egy tered végig pásztáz. Na szóval akkor ennyit akartam, hát menjünk ki, aztán próbáljuk ki terepen, úgymond a gimbalt. Akkor jöjjön egy kis normál séta, kézbe tartott kamerával. Erről annyit mondanék még el, hogy a gimballal végzett kézből kamerázás, ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy azt küszöbüli ki leginkább, hogy lefele-felfele mozog a kamera, amikor lépsz, de nagyon sok mozgás abból következik be, amiért következik be, mert ugye előre-hátra döntögetjük így a kamerát, és azért érződik úgy, hogy leföl mozog. Leginkább ezt az előre-hátra és oldalra dőlő mozgást kompenzálja ugye a gimbal. Nagyon a lefel mozgás nem, viszont ez is annyira számottevő, hogy rettenetesen meglátszik majd a felvételen. Na, elmegyünk erre, így. Két kézbe tartom a kamerát, próbálok ilyen, van ilyen Ninja Walk nevezetű mozgással közlekedni. Ugye az azt jelenti, hogy úgy szinte egy gördülsz a lábadon, tehát minél kevesebb ilyen, lehet, hogy látni is az árnyékomon. Az a lényeg, hogy egymás meg így szépen rakod a lábad, és ilyen gördülő mozgással mész a talpaidon, így legkevésbé remeg. De akkor csináljuk azt, amit általában más szerintem szokott, hogy így normálisan közlekedek, és úgy próbálom felvenni az anyagot. Próbálom tartani a kamerát úgymond fixen,
És úgy ilyen a kép, hogy van képstabilizátor a P40 Lite-ba, és 1080p-be veszem egyébként ezt az anyagot. Oké, lefel, és akkor most azt csináljuk, hogy a kiindulási pontunkig visszafele kocogva tesszük meg ezt az utat. És így is próbálom azért nem rázni a kamerát. Ja. Próbálom egyenesen tartani. Nem tudom, hogy mennyire megy. Most pont belesüt a szemembe a fény, úgyhogy nem igen látom. Mégis mennyire remeg. Hangom az biztos, hogy végig ugyanott. Oké. Mindjárt ott vagyunk. Itt a fenyőnél. Nagyszerű. Jó. És akkor induljunk meg. Ugyanazt az előbbi útvonalat, most gimballal próbáljuk meg felvenni. Próbálom közben így mozgatni jobbra-balra, lejjebb. Ugye nagyon jó, mert le tudod vinni nagyon alacsonyra a kamerát, gyakorlatilag földszintig, és fel tudod emelni, viszont a látószöged az tök ugyanaz marad, mert a gimbal mégis végig ugyanúgy tartja az eszközt, úgyhogy így gyakorlatilag szinte ilyen magasságváltásokat úgy tudsz megoldani, mint hogyha valami épp egy drónt reptetnél, vagy nem is tudom. Meg az is roppant érdekes, mondjuk a sárban most nem akarok belevenni, hogy ilyen objektumok közötti szinte át tudod reptetni a kamerát, ami szintén nagyon vagány tud lenni, és pont nem fért el a két világ között. Úgyhogy nagyon sokaknak így annyiba kimerül, hogy hú, tök jó, nem mozog a kép, tök jó lehet vele videózni, de nem, mert csomó minden plusz dolgot tudsz csinálni, ami baró érdekes. Csak a fantázia szab határt neki. Én annó ennek baromira örültem volna, amikor ugye az autós videókat például csináltuk, mert marha jó cucc lett volna. És ugye voltam, mert nem jó helyen fogtam meg magát gyakorlatilag a szerkezetet, úgyhogy elképzelhető, hogy berevegett. Próbálok lavírozni itt a 10 centis sárba. Jó, és akkor mondjuk azt, hogy fussunk visszafele, jó? Úgy. Oké, és akkor visszafele meg futva, kocogva, ahogy az előbb. És ugyanúgy kocogok, ahogy az előbb a másikkal. Úgy. Itt vagyunk a fánál, ugye? Oké. Nagyszerű. Thank you.